You are now about to witness the strength of pure iron. Sziasztok! Már itthon vagyunk Budapesten. A harmadik nap Norvégiában szintén egész jól sikerült. Ugye, ahogy már említettem, hogy minden egyes számba elindultam. Tényleg azért a harmadik délelőtt az elég nehéz volt, pont azért, mert tényleg már az előző napok is nagyon nehezek voltak. Ilyenkor mindig az előfutamok talán még nehezebbek, mert tényleg akkor érzi az ember, hogy most már úgy jön az izomláz, jön az a fáradtság. Jó reggelt! Mindenek a harmadik napra. Ma délelőtt 5 előfutam lesz, és ugye délután hát meg a maradék számokat még leúszom gyorsan. Az a nehéz a mai napban, hogy délután 3-kor kezdődnek már a döntők, az azt jelenti, hogy igazából hát van egy tisztán 2 órán a két rész között, úgyhogy az ebéddel együtt. De nagyon sok ide nem lesz kap pihenni, de remélem azért fölkülönülsz majd. Englózom, túlcsak, klasszi, ilyen parám, hogy ezt tanszám. Tehát én azon prostogőn, de írhám, prostezka viretél, finalra. A diára egy jó amerikai tér, Iba meg Tűzalém tél. Mert ugye tegnap olyan 11 után sikerült bemenni, hogy lefeküdni, aludni, úgyhogy ma reggel már mikor kellett? 6-kor? Mert 7-kor már indultunk a viszonába. Ez ilyenkor nagyon kemény, nagyon hosszúak a napok, úgyhogy most van kb. 10:30 délelőtt. Megyünk, ebédelünk és 1-kor már indulunk vissza. Délután még van jó pár szám. Megpróbálok minél gyorsabban pihenni. Van egy 2,5 órám, gyorsan összeszedem magam. Tehát Zoli majd összerak. Zoli összerakja az izmaimat, és én összerakja az agyamat. A D pedig hát támogat. Belefutottunk egy koncertbe. Hey. I love you, Bergen! Ma délután, hát azt tudom, hogy négy gyorsan kezdek, de hát ugye itt ma délután is minden számot dúszom. Úgyhogy... Jó sok számot, tegnap 12-szer láttam rajta az délután, ugye az 50-ekkel együtt. Szerintem készen állok. Good luck. Ez nagyon magabiztos volt. Készen állok. Szerintem készen. Zoli, készen áll a Katka? Készen. 4 world record holder in Iceland from Brussels, Hungary, Katinka Iron Lady Hutu. Vi som ska svömmas to av världens allra största stjärna på kvinnesiden ska du mot sig glädjen på biografin. A délutáni döntők azok nagyon jól sikerültek. Aminek nagyon örültem, hogy 50 mellen, ugye ahogy mondtam, az 50-es számokban csillagszórót kellett úszni, az 3-szor is le kellett úszni a távot. És mind a 3-szor egyéni csúcsot úsztam, tehát minden egyes alkalommal egyre jobban tudtam befejezni az 50 mellett, úgyhogy annak nagyon örültem.
a végén másiknak értem célba. Nem vagyok egy nagy mellúszó, úgyhogy nekem az mindenféleképpen jó eredmény volt. Az 50 hátot sikerült megnyernem. Igazából ezen kívül még aminek úgy nagyon örültem, hogy az utolsó előtti számom volt a 200 mell, ahol már tényleg úgy éreztem, hogy már nem bírok mozogni. Majdnem olyan volt, mintha a fordulónál, mintha ráragadtam volna szinte a falra, igazából a lábaimat úgy éreztem, hogy minden egyes rugásnál már be fog görcsölni, mert tényleg nagyon, nagyon elfáradtak az izmaim is. De ez a 200 mell után még sikerült felállnom a 100 gyorsra, az utolsó, legutolsó számra, és azt megnyernem. Vasas Katinka, the Red Lady Hosszú! Ugye ezek után meg felmentünk a lelátóra, és találkoztunk a magyarokkal, akik rengeteget szurkoltak a hétvégén, úgyhogy tényleg nagyon jó hangulatot teremtettek nekünk, és nagyon sokat bíztattak, úgyhogy ez nagyon-nagyon jól esett. Folytatjuk azt a kemény munkát, amit elkezdtünk, vagy hát folytattunk az EB után. Pénteken meg már utazunk tovább a Máranonszum sorozatra, ami most már tényleg szinte minden évben elindulok. Ugye ez egy három állomásos versenysorozat. Az első állomás Monakóban lesz, utána Cannes és Barcelona. Úgyhogy majd jelentkezünk Monakóból is. Sziasztok! Barely the meet's over. Ami Norvégiában történt, az Norvégiában marad. Mi már indulunk is vissza Budapestre.